Sziasztok! Többféle csoportosítást lehetne itt alkotni a hallgatóság sorai között. Ki hogy került ide, illetve kinek milyen az alapvető hozzáállása a tudáshoz, meg a spiritualitáshoz. Na hát én az az olvasós fajta vagyok, aki mindent bármibe, mielőtt bármibe kezd, mindent elolvas, legalábbis egy-két könyvet, szépen aláhúzogatja, kiegyzeteli, lehet, hogy még egy ilyen struktúrát is csinál, és ilyen mindmap-et készít belőle. És ez igaz a spirituális dolgokra is. Én évekig tanulmányoztam a Bibliát, különösen az Új Szövetséget, mielőtt elmentem az első összevetel, az első keresztény összevetelre. Aztán négyszer elolvastam a Bhagavad gitát, mielőször elmentem az Asramba, és egy jó pár szútrát elolvastam, mire megcsináltam az első álszonámat. És a te közben, ez, ez, most így elmondtam, ez kb. 25 év, amit most gyorsan itt felsoroltam nektek, és rá kellett jönnöm arra, hogy a tudás az egyszerre végtelen és részleges. Végtelen, mert egyszerűen képtelenség minden tudást begyűjtenünk, és megjegyeznünk, és magunkévá tenni. Ugyanakkor részleges, mert hogyha még ezt meg is tennénk, akkor sem adná ki a teljeset. Tehát hiába olvasunk mi könyveket, mondjuk a kereszténységről, amíg nem megyünk el egy gyülekezetbe, addig nem tudjuk, hogy mi az kereszténynek lenni. Amíg csak olvasok arról, hogy régen milyen ételfelajánlásokat csináltak, amíg nem mentem el, és nem vagyok ott, és nem vagyok részes ennek az eseménynek, Addig igazából nem tudom, hogy mit jelent egy ilyen ételfelajánlás. És ez leginkább nekem akkor állt össze, amikor a jogával kezdtem el foglalkozni, és amikor pont fordítva, mint hogy lenni szokott, a filozófiából indulva, szépül végül elkezdtem álszanázni is, akkor jöttem rá arra, hogy magukban az álszanákban rejlik olyan információ, olyan élmény, ami nélkül nem lehet megélteni például a jogának a filozófiáját sem. Egy nagyon-nagyon egyszerű példát hadd mondjak, az Ahimszának az elve, azt mindenki ismeri, a buddhizmusnak is egy alapgondolata, tehát, hogy ne ártsunk, ne vegyük el senkinek az életét, illetve ne ártsunk, ne okozzunk szenvedést semmilyen érző lénynek. És egy álszánában azt is meg tudott tapasztalni, hogy ez igaz a te saját testedre is. Hogy azt is védeni kell, arra is figyelni kell. De ennél sokkal többet ad, mert nem csak, hogy ezt tudod, hogy így kell csinálni, hanem egyszerűen érzékenyé válsz arra, hogy a tested hogyan működik. Tehát adja a visszajelzéseket, és ebből már tudod, hogy ezt most abba kell hagyni, vagy máshogy kell csinálni. Tehát ad egyfajta ilyen hozzáállást, hogy ne csak az indítékod legyen jó, hanem figyeld azt is, hogy mi lesz a következménye annak, amit csinálsz, és ezt lehetőleg minél hamarabb észrevedd, és minél kevesebb jelből értsél. És ugyanakkor adta azt a hozzáállást is, hogy nem elég érteni a jelekből, kell egyfajta szakmai nívó, egy szakmai hozzáállás, hogy jó, de akkor hogyan lesz jó egy álszana? És ez igaz szerintem a kapcsolatainkra is, hogy nem elég arra törekedni, hogy ne okozzunk fájdalmat, hanem értenünk kell a jelekből, értenünk kell azt, hogy kinek milyen reakciója az mit jelent, és tudni kell azt, hogy hogyan ültessük ezt a gyakorlatba, hogy ne ártsunk. És ez csak egy példa volt, gyakorlatilag fel lehetne sorolni a jó a filozófia összes részét, ha csak Patanjali-nak a nyolc létű gondolunk, ezt mindről el lehetne mondani, de számomra itt vált ilyen egész szé az, hogy a gyakorlat és az elmélet nem működik egymás nélkül. Amint mondtam, a tudásnak az egyik problémája az, hogy, hogy részleges, tehát ez a gyakorlat kell hozzá, ez a megélés, ez a tapasztalat. A másik problémája pedig az, hogy maga a tudás nem tudja, hogy őt mikor is lehetne felhasználni. Tehát egy papot megkérdezel, bármit kérdezel, mondjuk mindenre Istennel fog válaszolni. Egy tudós megkérdezel, akkor mindennel egy képlettel fog válaszolni. Azért, mert a válasz az, hogy mire kéne válaszolni, az való túl van. Azon a területen, amit ők kutat. És szerintem itt érkeztünk el a zenhez, ami nekem a kulcsmondata a zenben, az a tisztánlátás. És pontosan ez a tisztánlátás az, amire szükségünk van, hogy ezt a rengeteg tudást, amit már kitaláltunk, legyen az technológia, legyen az filozófia, legyenek azok társadalmi szabályok és törvények, azokat fel tudjuk ismerni, hogy mikor, melyiket kell használni. Ha csak visszatekintünk az elmúlt pár évtizedre, és csak itt Európában, vagy akár csak itt Magyarországon, nagyon szép tűnő ideológiák gördültek ki a gyárcsarnokból, amik akkor, amikor keletkeztek, nagyon vonzóak voltak. Ott is, akkor ilyen nagyon jónak tűntek. És aztán, mire elérték az országutat, addigra egy óriási, egy szörnyeteggel váltak. Azért, mert nem volt meg ez a tisztánlátás. Nem tudtuk, hogy ezt hogyan kell használni. Nem tudtuk, hogy milyen mértékben, hogy pontosan mikor, és mikor melyiket. Ami nekem nagyon tetszik az ember, hogy nagyon-nagyon letisztult, és számomra az egészen minden szertartás, minden gyakorlat, e közé az alapelv köré hogy tisztánlátás. Hogy tisztán gondolkodjak, hogy tisztek legyenek a <kül> kapcsolataim, hogy tiszt legyen a megértésem. És ez elengedetlenül szükséges manapság, ahhoz, hogy, hogy azt a hatalmas nagy tudást, amit eddig összetettünk, az volt, hogy építően és ne rombolón tudjuk használni. Azért még mielőtt azt gondolnátok, hogy most már akkor nem olvasok könyvet, meg semmi mert azért ez így nem igaz. És nem csak azért, mert azért intelligenciára tudásra szükségünk van, hanem azért is, mert bizony segítheti az utunkat. Hadd említsem konkrétan azt az írót, azt a gondolkodót, aki egész végig kísért bármilyen rendszerben voltam is, és találtam akkor a legjobbnak, és ez pedig Hambas Béla. Tehát ő volt az, aki sajnos csak a könyveink keresztül, de hogy ő mindig adott egyfajta útmutatót. És ez az útmutató ez nem úgy működött nálam, hogy konkrét tanácsot adott volna, hanem valahogy vonzott, csalogatott. Tehát annyira szépen ír, hogy egyszerűen vonzóvá vált az, az írásának a tárgya, és meg akartam ezt a dolgot ismerni. Tehát nagyon sok dolgot én így ismertem meg az ő útmutatása által. A másik fontos dolog, amit köszönhetek neki, az pedig az a szellemi nívó, amit ő megmutat a könyveiben. Tehát ez tette nekem lehetővé azt, hogy ne ragadjak bele semmibe, ami nekem nem adja meg, nem ad valami hasonlót, vagy nem adja meg azt a színvonalat, ahogy én azt a rendszert meg tudom élni, azt a gondolkodást, azt a, a spirituális praxist tudom folytatni. Nagyon sok szóra miatt esetleg barátságok mentek tönkre, vagy kapcsolatok szintek meg egyébként nagyon értékes emberekkel. Mégis volt valami, ami ebből ki tudott mozdítani, és tovább tudod vinni. Az szóval azt gondolom, hogy a tudásnak ez az egyik szerepe, hogy ilyen útmutató tud lenni. A másik pedig van az a fajta könyv, irodalom, amit úgy mondhatnánk, hogy pszichoaktív. Ami nem, nem csak azt jelenti, hogy mondjuk nagyon pozitív, és akkor feltölt, és akkor jó lesz egy darabig, hanem valóban egy változást okoz benned. Ez a változás általában nagyon rövid élettartamú, de mégis megtapasztalsz valamit, kicsiben, rövid ideig, ami aztán elkezd vonzani. Ismeretes egy, egy jogi, aki bármikor el tudja érni, érni a szamádit, azonban a tanításánál nagyon komoly problémába ütközik. ugyanis és bármikor, amikor elkezd beszélni róla, és csak kimondja azt a szót, hogy szamádi, szamádiba esik, és onnantól a tanításnak vége. Szóval ez egy, nála ez egy pszichoaktív szó. Én magában ez a szó kimondása, nála előidézi ezt az állapotot. Amíg ez nincs begyakorolva, addig élhetünk meg hasonlókat rövid ideig, és ezek szerintem nagyon-nagyon jó, hiszen motiválnak abba, hogy kapunk egy kis ízelítőt ezáltal, a tudás által, hogy milyen milyen lehet az egy kis betekintőt, és ez motivál minket, hogy elkezdjünk abba az irányba menni, vagy folytatni azt az irányt. De igazából csak is kizárólag egy gyakorlat lesz az, ami elvisz minket majd odáig. És az utolsó dolog, amit most még beletennék ebbe a kis csomagba, az az, hogy a tudásunk még ott is korlátozott, hogy lehet, hogy van egy helyzetre három megoldásunk, opció A, B és C, és mondjuk, hogy már kiműveltük a tisztellátást, és ki tudjuk választani az optimálisat. De itt jön az a bónusz, amit szerintem a zen tud adni, ez pedig az intuíció. És az intuíció az, ami potenciálisan tud adni egy olyan megoldást, egy opciót D-t, amire soha nem gondoltunk, ami jött valahonnan és ebben szerintem a Korn interjúk nagyon-nagyon nagy segítségek, és nagyon egyedülálló segítségek, mert kilángatnak minket a komfortzónákból, kilángatnak minket abból a hozzáállásból, abból a tudati ösvéről, amin tipikusan szoktunk járni, és amelyekből a következtetéseink és a döntéseink fakadnak. Ez tud adni egy olyan meglátást, egy új szemléletmódot, ami lehet, hogy pont a legjobb döntést fogja számunkra elhozni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és azt, hogy most együtt gyakorolhatunk.